Köszöntöm nézőinket! Önök a Kivit utazási magazinunkat látják. A Kassai régió, mely könnyen elérhető hazánkból is, nem kevesebb, mint 18 UNESCO világörökségi helyszínen rendelkezik. Közülük most a karsztvidék barlangjait mutatjuk be a szlovák filmesek segítségével. A Jászói barlangban találjuk Szlovákia legrégibb barlangi feliratát, míg a Gombaszögi barlang szalmacseppköveiről híres, melyek közül vannak 3 méteresek is. A Baradla, vagy ismertebb nevén az Akteleki barlanggal összefüggő rendszert alkot a Domicai barlang. A Martonházi barlang világviszonylatban is különlegességnek számító aragonit képződményei miatt lett igazán népszerű, de különleges látványosságot kínál a szlovák paradicsom jégbarlangja is. Igazi kalandot ígér a Krasznahorkai barlang, mely csak barlangász felszereléssel és túravezetővel látogatható.
never alone. I know that every day will always bring me something new. A Baltikum megnevezés alatt általában az úgynevezett balti országokat, azaz Észtországot, Lettországot és Litvániát értjük, mely államok a Balti-tenger keleti partján fekszenek. Kis területű, ám annál dinamikusabban fejlődő országok, bár a három ország nyelve, kultúrája, történelme teljesen különböző, vannak azért hasonlóságok is, és a látnivalók viszonylag kis távolságra fekszenek egymástól. Filmünkben Litvániát és Lettországot keressük fel. Baltikum. Bár az elnevezés nem teljesen egyértelmű, hallatán elsősorban Észtország, Lettország és Litvánia jut az eszünkbe. Mint egy 50 éves elszigeteltség után nyitották ki kapuikat a világ felé. A Baltikum gyönyörű városai némi túlzással szinte sértetlenül élték túl az évszázadokat. Mindhárom ország fővárosa felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A balti államok több évszázadon keresztül éltek idegen elnyomás alatt, részük volt a sztálini terrorban, és a mai Oroszországgal sem felhőtlen a kapcsolatuk. A turisták irányába megnyilvánuló vendégszeretettel azonban mindenhol találkozhatunk. Utunk első állomása Vilnius, Litvánia fővárosa. Távoli, ködös, törékeny és csendes, így jellemezte országát Oszkár Milos. A közel 4 millió lakosú ország gazdag történelmi múltját gyakran árnyékolják be komor, tragikus események. Litvánia a 14. században Európa egyik legnagyobb országává vált, hogy azután szinte teljesen eltűnjön a térképről. A messzi múltban szép számmal találunk magyar kapcsolatokat is. Elég utalni arra, hogy három uralkodónk is a litván Jagelló családból származott, valamint, hogy Báthori István alapította az első litván egyetemet. Amikor egyszer Geodiminász herceg egy bölényvadászatból fáradtan megérkezett a Nerisz folyó partjához, hamarosan elaludt. Álmában egy hihetetlen erővel üvöltő vasfarkas jelent meg. Főpapja értelmezte az álmot, hatalmas város épül-e helyen, amelynek híre, mint a farkas üvöltés, az egész világot bejárja. A legendának annyi a valóság tartalma, hogy a litvánok nagy vezére Geodiminász 1320 körül áthelyezi székhelyét Trakaiból Vilniusba, amely azonban lényegesen régebbi település, mint ahogy azt a történet sugallja. A város arculatát a barokk határozza meg.
de a történelmi központ mintegy 250 építészeti emléke közül szép számmal találhatók, gótikus és reneszánsz stílusban készültek is. A könnyen áttekinthető város egyik meghatározó centruma a katedrális tér. 20 méter magas dór oszlopaival, akár egy görög templom áll a téren, a Lengyelország patrónusáról elnevezett Szent Szaniszló katedrális. Az előtte magasodó harangtorony alsó szintje valamikor a vilniuszi erődrendszer egyik tornyának része volt. A katedrális mögötti fegyvertár helyreállítása most is folyik. A téren található lovas szobor Geodiminászt ábrázolja. Ezt a templomot a tenyeremen szeretném Párizsba vinni, állítólag így kiáltott fel Napóleon, amikor megpillantotta a téglagótika remekét, az Anna templomot. Michael Enkinger udvari építész élete főművét alkotta meg 1500 körül. A templom építéséhez egy legenda is kapcsolódik, mely szerint az építőmester lányába beleszeretett az egyik segéd. Az apának nem tetszett a kapcsolat, és a fiút elzavarta, aki csak az építész halála után térhetett vissza szerelméhez. Ő fejezte be a templom építését is. A nagyon látványosra sikerült felső szint talán a szerelem erejének köszönhető. A késő gótika másik szép alkotása az Anna templom árnyékában meghúzódó Bernát templom. A gót negyed még számos felkeresésre érdemes zugot sikátort rejt. Nem is annyira külső megjelenésével, hanem sokkal inkább belső stukkó díszítéseivel ejti ámulatba látogatóit a Péter Pál templom. Körülbelül 2000 figura, bibliai és mitológiai jelenetek sokasága fokozza a látványt. A 19. század elején készült Csillára is remek mű. Igazi fotós csemege vár Trakai várának látogatóira. Vilniustól mindössze 30 kilométerre található a litván lovagok rezidenciája. A vár egy tórendszer kis szigetén áll, ahová fahídon keresztül juthatunk el. Vitautas nagyherceg határozta el, hogy ezen a helyen egy jól védhető, erős erődítményt kell építeni. A trapéz alakú elővárat egy vízmosás választja el a belső vártól, amelyben több kiállító termet is találunk. Szép csillagboltozatáról is nevezetes a nagy terem. Lehet, hogy egy kicsit illúzió romboló, de a várat az 1951-es rekonstrukció során szinte teljesen újjáépítették. Ettől azonban még Trakai téglavárának varázslatos hangulata megmaradt. Még a középkorban hozták ide testőröknek, annak az ősi zsidó szektának a tagjait, akiknek leszármazottai néhány meseszerű faházban laknak itt. A karaiták kis közösségéhez ma már csupán körülbelül 150 tag tartozik.
Litvánia legrégibb városa Kaunas, a Neris és a Nemunas összefolyásánál található, a két világháború közt egészen a fővárosi rangig vitte. A Baltikum egyik legszebb óvárosának főterén áll, a város jelképe a fehér hattyú. Így hívja a népnyelv a tanácsházat. Cárok utazószállása volt, majd kormányzósági székhely lett. A teret alacsony polgári házak szegélyezik, melyek közül kitűnik az egykori cégház. Ma étterem működik benne. Litvánia nagy költőjének, Mairenisznek szobrát is a téren találjuk. A város másfél kilométeres sétáló utcáján is találunk néhány figyelemre méltó műemléket. Kaunas ősi vára már a 14. századtól védelmezi a várost. A 16. század végén kibővült egy félkör alakú, több mint 40 méter átmérőjű bástyával. Lettország sem a magasságáról nevezetes, hiszen legmagasabb pontja is alig haladja meg a 300 métert. A lakosság nagy része protestáns és közel egyharmada orosz nemzetiségű. Évszázadokon keresztül birtokolták a németek, lengyelek, svédek és az oroszok. 1991 előtt csak a két világháború között voltak függetlenek. A Lettországot ért sokféle hatás jelentkezik az építkezési szokások, építészeti stílusok sokszínűségében is. Riga a Baltikum legnagyobb városa, közel 1 millió lakosa van. Látványos fejlődésének elsősorban nagyszerű fekvése a magyarázata. Fontos kereskedelmi központ jött itt létre, kelet és nyugat között, közel a Balti-tengerhez. A kereskedők jólétét bizonyítják a gazdag díszítésű lakóházak is. 1282-től már a Hanza Szövetség tagja. A legszebb látnivalókat itt is az óvárosban találjuk, mely 1997 óta az UNESCO világörökség része. A város jelképe a Szent Péter templom, melynek 120 méter magas tornyába lift visz fel. Igaz, csak 72 méterig, de innen is gyönyörű a kilátás a városra. Komor épület az Okkupáció Múzeum, mely a náci és a szovjet megszállás bűneit, borzalmait mutatja be. A II. Világháborúban a tanácsháztér épületeit teljesen szétrombolták. Sajnos erre a sorsra jutott Riga egyik legszebb épülete, a Fekete Fejűek háza is. Hogy kik is voltak ezek a Fekete Fejűek? Talán meglepő, de a nőtlen kereskedőket hívták így, akiknek az egyesülete volt az épületben. Mára ismét régi szépségében áll előttünk Riga büszkesége, mint egy igazolva a restaurátorok tehetségét. A homlokzat szobordíszeit külön-külön is érdemes megcsodálni. Sikeres felújításon esett át a tér névadója a tanácsház is, a Szűz Mária dóm, a Baltikum legnagyobb temploma. Szépek barokk fafaragásai, és itt találjuk a világ egyik legszebb hangzású, gazdagon díszített orgonáját is.
Riga várát 1330-ban kezdték építeni. Ma az államelnök rezidenciája is itt található. Nem messzire innen, az Iparosok utcáin sétálva, Riga talán legszebb lakóépület együttesét fedezhetjük fel. A három fivér, azaz a 15-17. Századi lakóház a város jelképévé vált. A jobboldali, lépcsős oromzatú a város legrégibb épülete. Méter magas női szobor alak áll a Szabadság oszlop tetején. Talapzatához a rigaiak gyakran helyezik el az emlékezés virágait. Szépen gondozott parkok, árnyas sétányok teszik még vonzóbbá a várost. Az óvárostól nem messze találjuk a híres szecessziós negyedet. A homlokzatok rendkívül dekoratívak. Szörnyek, szfinxek, gorgófejek, nőalakok, gazdag virágornamentika teszi mozgalmassá a felületet. Lettország egyik turista csalogató látványossága a Gauja Nemzeti Park. A névadó Gauja patak fölött Szigulda közelében emelkedik Turaida vára. Az eredeti, fából készült épület leégett, de erre a sorsra jutott a későbbi téglavár is. Újjáépítését 1950-ben kezdték meg. Annak, aki bírja a lépcsőmászást, érdemes szétnéznie az öreg torony tetejéről is. A fáradtságért kárpótol a látvány. Egy szép szoborparkot is felfedezhetünk a vár közelében. Indulis Ranka szobrász erőteljes alkotásait érdemes közelebbről is szemügyre venni. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!